Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásának második része nagyon egészséges lesz a sportos és a környezetvédelmi téma miatt. Az első részben pedig nem sokára a Karma Pirin énekes nőjének írói vénáját ismerhetjük meg egy kicsit jobban. Előtte azonban ellátogatunk Szentpáli Roland tuba művész koncertjére. Lépsz fel itt Nyíregyházán? Nagyon-nagyon örülök neki, ugyanis rendkívül régen játszottam itthon, és ráadásul szólóban talán még nem is játszottam itt a Kodály iskolában, legalábbis az elmúlt 10 pár évben nem, és most rögtön 2 koncertet játszottak, úgyhogy nagyon örülök neki. Mi az oka annak, hogy ritkán jutsz el Nyíregyházára? Tudom, hogy Budapest és Svájc között ingázol. Hát igen, egyrészt ezért, meg hát a Nemzeti Filharmonikusoknak vagyok a szólamvezető tubása, valamint rengeteg felkérésem van új darabok komponálására, tehát amikor szabad időm lenne, akkor is általában komponálok. Ráadásul a szüleim sem Nyíregyházán élnek, már ők is elköltöztek innen, tehát egyre kevesebb szál fűz ide, de azért még van itt 1-2 jó barát, aki miatt nagyon szívesen jövök, de szakmailag viszonylag kevés tennivalom van errefelé, és azért is örültem nagyon ennek a felkérésnek. Koncertévadod, merre jársz, hol vannak hangversenyek? Nemrég jöttem haza Svájcból, ugyanis ott egy genfi nemzetközi túlversenyen zsűriztem. Aztán, hát most ugye itt Nyíregyházán van 2 koncert, majd megyek Olaszországba, megyek megint Svájcba is játszani, közben komponálnom kell egy balettet, meg egy hegedűversenyt, Olá Vilmos hegedűművésznek, tehát nagyon-nagyon tele van az évad, de azért megpróbálom kihozni.
Hogy tudsz ennyi mindent megosztani időben? Hogy tudsz ennyi mindent intézni egyszerre? Megpróbálom jól szervezni az életemet, megpróbálom legalább egy hónapot előre átlátni, hogy mikor, mivel kellene kész tegyek, sőt a darabokkal egyébként egy évre, másfél évre előre próbálok tervezni, és hát ez nem múlik csak, hogyha mindig csak azt csinálnám, ami eszembe jut, hogy fú, ezzel dolgozni kellene, akkor valószínűleg nem érném utol magamat, úgyhogy hogy minél több feladat van, annál jobban meg kell szervezni az életemet, de úgy tűnik, hogy ez eddig elég jól megy. Meg el kell mondjam önöknek, hogy az összes hangszer, ami a színpadon van, eredeti, egyetlen egy kópia sincs köztük. Ez a hangszer 1790 környékén készült, fából van. A Trisus kollégák látják, hogy töltsérfúvókával kell működtetni a készüléket, és mivel ilyen kanyarok vannak benne, ezért kapta azt a bence nevet, hogy Szerpent. Egyébként a cinkek vagy a kornettók családjába tartozik. A ma esti koncertnek az anyagát hogyan választottad ki? Tulajdonképpen úgy éreztem magam, mint egy gyerek, aki beszabadul a játékboltba, ugyanis én nem olyan régen a doktorimat írtam a tubából és az azt megelőző kónikus mérészfolyós hangszerekből, és de rengeteg ilyen eredeti hangszerem van, amit évek folyamán vásároltam meg külföldről, és megtanultam rajtuk játszani, úgyhogy most az egész tuba családot és az egész repertoárt megpróbálom itt bemutatni a hazai közönségnek. Ezen a csimbasszó nevű hangszeren szeretnék önöknek játszani egy gyönyörű darabot, amit Handelnek az egyik kedvenc muzsikusok koncertmestere komponált, az ő neve Guillaume de Fesch, Hollandiában él, és eredetileg ezt cellóra vagy fagotra írta, de nekem annyira megtetszett, hogy szeretne játszani. Zenével folytatjuk, de egy kicsit másképpen. Szakos Andiról talán sokan azt hitték, hogy csak énekesnő, pedig dalszövegeket is ír, méghozzá nem is akármilyeneket, és ezt most meg is fogja velünk osztani. Szia, Andi, jó estét! Sziasztok. Hát rettenetesen feszülté tett az a dolog, hogy akár most egy ilyen vers mindenkinek versmondó lányjá kell majd avanzsálódnod, viszont egy ilyen óriási nagy ajándéktáskával érkeztél, ami nem a stáb ajándéka, hanem egy része azoknak az alkotásoknak, vagy verseknek, amik a te tolladból, vagy a te laptopodból születtek. Gondolom, hogy inkább tolladból, mert mikor radatálható az első vers? Fogalmam sincs, most csak egy részét hoztam el a verseknek, mert ezzel azt hiszem, hogy 2002-t találtam, ami régi. Tehát... 2002 darabot? Nem, hanem 2002-től találtam. Ja, azt hittem, hogy 2002-t találtál, és mondom, ezt meg is... Nem tudom, mennyi van, nem számoltam, most körülbelül olyan 200 darab van nálam versügyileg, de ezek versek. Az a fura, hogy nem nagyon szerettem mutogatni soha őket, egy pár éve kezdtem ugye ezt a közösségi oldalakon megosztani.
Hál' Istennek sikerrel egyébként, tehát elég szeretik a verseket is. Viszont ugye dalszöveget nemrég kezdtem el csak írni, amikor ugye a zenekaromban, a Karmapirinnel kezdtem el dolgozni. Végül is nem tudtam, hogy most jól csinálom, amit csinálok, csak úgy ösztönből, ami jött belőlem. Gyerekkorom óta egyébként ilyen művészlélek vagyok, tehát ami azzal kapcsolatos, az mindig működik. Uh-huh. A versekkel meg úgy vagyok, hogy az a baj, hogy úgy vagyok ez, hogy énekelni jobban szeretek, tehát a verseimet dalban mondom. Inkább. És nagyon jól is megy. És az, jól is szól. És az jobban megy, tehát a beszédtől valamiért mindig jobban zavarban voltam, uh-huh. vagy nem tudom, tehát nincs az a baj, ha beszélgetni kell valakivel, de amikor valamilyen felelése, vagy valami olyasmit kell olvasni, vagy nem tudom, ami tömegesével néznek, vagy akármi. Volt olyan egyébként, hogy suliba inkább énekeltél, mint hogy mondjuk felej valamiből? A suliban nem feltétlenül, ott nem voltam olyan hangos gyerek, de otthon volt olyan napom, amikor így rám jött, hogy csak énekelek, és egész nap, és mindent, bármit kérdezett anya, apa, vagy akárki, ez mindig úgy válaszoltam rá, hogy énekeltem, és akkor anya már ki volt tőlem, hogy jaj, gyermekem, hagyd már abba, kérlek. Ha tudta volna, hogy ez csak alap egy világhírű karit, tudta? Tehát ő igazából erre készített pici koromtól, tehát ő neked énekelni kell. Úgyhogy ő... Milyen emlékeid vannak egyébként így visszatekintve, akár arról, hogy te mondjuk körmölgetsz valami kis verseket, vagy énekelgetsz? Hát az, hogy nem tanultam. És helyette? Helyette, igen, tehát én nagyon rafkós gyerek voltam, egyébként egy erős közepes tanuló voltam mindig, tehát amit én órán megjegyeztem, én abban nagyon jól elboldogultam mindig, nem feltétlenül a nagy dolgozatoknál, de ha felelni kellett, hogy valami, akkor így az nekem úgy tökéletesen elég volt, a szülők nem feltétlenül örültek neki, hogy hát ez csak egy hármas, meg mit tudom, de örültek, hogy nem állok bukásra. Uh-huh. És akkor én azt csináltam otthon, hogy kinyitottam a könyvet, beleraktam egy füzetet, és akkor tanulsz, gyermekem? Persze, hát nem látod, és akkor csinálom a házit. És közben születtek a versek. És közben, hát versek és regények is. Azt nem tudom egyébként, hogy vajon nagy költőink közül volt-e valaki, akinek ez volt a motivációja, hogy a szüleit egy kicsit ilyen tév hitbe tartsa. Minden esetre úgy gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy a te szociális kvócienssed és a lelki érzékenységed ezáltal lehet, hogy sokkal nagyobb mértékben fejlődött, mint ha valójában mondjuk a matematika házi feladatot írtad volna, akkor mindenképpen sikeres ez a dolog. Mik azok a témák, amik mondjuk úgy állandóan jelen voltak az életedben, akár mostanában, akár mondjuk a korai verseknél? Hát a korai verseket így megmondom őszintén, nem nagyon olvasgattam vissza soha. Tehát egyet ők... nem tudnánk ebből kiszedni? Mert csak úgy kíváncsiság gyanánt, hogy hogyan szólt egy korai szakos, és esetleg egy mondjuk 2019-es... Az a baj, hogy pont egy olyan időszakom volt ez a 2000-es évek, amikor elveszítettem az unokatestvéremet, akit nagyon szerettem, és én tele vagyok halálversekkel, tehát azokból nem szeretnék felolvasni. Viszont észrevettem az első verset, aminek az a címe, hogy Álom, és egyébként rájöttem, hogy ez egy kicsit visszaigazolása a mai Madárka című dalónak, uh-huh. illetve a lemeznek, mert ugye egyébként madárfanatikus vagyok, persze, tehát ma is így galambászkodtam kint a kollégáim egy kicsit, tehát szerintem ezt ízisnek tartanak, így minden állattal nagy barátságban, és a Madárka az egy ilyen, tehát végül is az is egy madárkáról indult ki, de mégis az életben kicsit a saját életemhez átvitt értelemben, és találtam egy olyan verset, amihez hasonlít. Tehát ezt már korábban egy kicsit megírtam ezt az egészet. Esetleg ezt felolvasom, de elnézést mindenkitől, nem vagyok prózában jó. Énekelheted is nyugodtan. Á, nem annyira, nem tudom még. Az a cím, hogy Álom. Képzeld azt, hogy kismadár vagy, s felszállsz a fellegekbe. Széttárod szárnyaid, s repülsz a végtelenbe. Szárnyalsz földön, sivatagon, s óceánon át, s azt gondolod végre békét, nyugalmat találsz. De hamar rájössz, az élet egy óriási mókuskerék. Sosem látsz mást, csak kint és szenvedést. Felébredsz, s érzed léted, mint egy körhinta. Felülsz rá, s bár elindulsz, ugyanoda találsz vissza. De él még benned egy szikrányi kis remény, hogy sok csodás álmod nem csak képes gyűjtemény. Útnak indulsz értük, ezerszer is, ha kell, s ha kezedben a világ, többé nem ereszted el. Azt gondolom, hogy van mondani valója, és ez a mókuskerék, amire az ember felül, vagy ez a körhinta,
egy kicsit nagyobb volumenbe, tényleg néha visszavisz akár egy szimbólumba, ahogy itt említetted a madárkát. Szóval akkor inkább mindig a kicsit szomorkás, kicsit melankolikus, vagy az érzelmes dolgok álltak a szívedhez közel. Nyilván a szerelem az egy olyan, ami azért elég gyakran ez nagyon előjön. Egyébként, mert éppen a szerelem soha nem inspirált annyira, hogy arról írjak. Például egy olyan igazi szerelmes dalt még soha nem sikerült írnom. Vagy például olyan verset sem találtam, ami kifejezetten arról a nagy szerelemről szólna. Abban van igazság, hogy valami keserű van bennem, ami kicsit szomorkássá tesz. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most én egy boldogtalan, végtelen, boldogtalan és szomorú ember vagyok, sőt, szerintem inkább az ellenkezője. Tehát imádok nevetni, kacagni, boldognak lenni, jól érezni magam. Csak egyszerűen történtek olyan dolgok az életemben, és úgy folyamatosan sajnos, amik egy kicsit így elnyomják ezeket a dolgokat, de azért mégis próbálom ezt pozitív irányba fordítani, kiírom magamból, vagy kiéneklem magamból, és akkor attól sokkal jobban vagyok. Hát ez egyébként egy tökéletes terápia, azt gondolom, a zene. Nagyon-nagyon fogy az időnk, viszont ugye te a Desperado énekesnőjének is írtál dalszöveget, mi volt az? Igen. Hát nem csak egyet, igazából a Bettinek most készült el az első lemeze, és mivel az ő férje csinálta az első két lemezünket, illetve ők producerálták, valahogy ugye szóba jött, hogy én írom, és tetszettek nekik a szövegeim, és ezért megkértek, hogy mi lenne, ha Bettinek is írnék, és gyakorlatilag 10 dalból, vagy 11 dal, most nem emlékszem mennyi van, egy dal kivételében az összesnek én írhattam meg a szövegét. Hát gratulálunk. Is, hogy... Azért ezt az oldaladat szerintem kevesebben ismerik, mint énekesnő nagyon sokat. Lassan itt a tavasz, a madarak is elkezdenek csicseregni. Hogy alakul az együttesnek a tavaszi élete? Hát nagyon jó, a folyamatban vannak ugye a turnészervezések, hamarosan megyünk már Erdélybe, ott meg is kezdjük a koncertjeinket, illetve hát készül a harmadik lemezünk, egyelőre még címet nem tudok, mert most ilyen kicsit váltásban vagyunk, szeretnénk egy kicsit vidámabb, egy kicsit poposabb oldalunkat megmutatni, bár nem tudom, hogy fog sikerülni három jó rockzenész mellett, de reménykedem benne, hogy egy kicsit meg tudunk újulni, és egy másik oldalunkat megmutatni most a Karmával, és hát várunk mindenkit egész éppen a koncertjeinken. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt láttam. Kedves nézők, dalszövegírás után újságírás következik. Női Szalon címmel új programsorozatot indítottak a Bencs Villában. A szervezők gondolatébresztő beszélgetésekre várják a fiatalokat is. Az első Női Szalon vendége Vas Virágíró, újságíró volt, aki regényírásról és olvasásról is mesélt a jó hangulatú este. Milyen nőként ma Magyarországon írónőként érvényesülni, mennyire nehéz? Én mindig nagyon támogató közegben dolgoztam, nem mindig egyszerű, mert hogy nagyon sokféle elvárás fogalmazódik meg a nőkkel kapcsolatban, ahogy egyébként a férfiakkal kapcsolatban is ugye minden összetettebb lett. Sokkal ezek a női férfi szerepeket most ugye együtt közösen újra fogalmazzuk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ami a saját karrieremet illeti, hogy egyrészt női újságoknál dolgoztam, ahol semmiféle hátrány nem jelentett ugye az ember nőisége, sőt, másrészt pedig tényleg én a médiában és a könyvszakmában nem éreztem hátrányát. Ebben nagy szerepe van a férjemnek is, akinek egy nagyon-nagyon támogató családi hátterem van. Nyilván, hogyha az ember bármilyen területen ki akar emelkedni, vagy valamilyen teljesítményt akar elérni, akkor abban az átlagosnál egy kicsivel több időt és munkát kell tenni, ha vannak ilyen ambíciói, és ehhez mindenképpen egy miután nem társas lények vagyunk, egy család közös döntése és támogatása is szükséges. Úgyhogy én azt hiszem, hogyha a hölgyek, vagy akár az urak, hogyha meg tudják nyerni a társukat ebben, akkor az így megsokszorozza az erejüket. Tehát ez mindig sohasem magányos történet, egyetlen siker sem, hanem ilyen ugye agyon használt móda gondolattal keresd a nőt, vagy a francia mondás szerint keresd a nőt, de keresd a férfit is minden egyes teljesítmény mögött. És amikor írsz, mennyire kell elvonulnod a családtól és a mindennapoktól ahhoz, hogy
klassz regények szülessenek, vagy klassz írások? Nagyon. Én egy tetőtéri dolgozó szobában dolgozom, ahol semmi más nem lehet látni, csak a háztetőket, illetve a szomszédos kiadó lakásban élő urat, aki ott flangál mindig, mint a Jó barátokban volt a csúnya, bocsánat, a csúnya mesztelen férfi, náluk is ott egy szál alsó hölgyában flangál. Ez nagyon vicces, de egyébként ez egy nagyon magányos és aszketikus tevékenység, ha az ember ír. És egy nagyon unalmas és bizonyos szempontból, mert úgy működik, mint egy rendes munkarend, különben sosem születik meg a kézirat, tehát nagyon romantikus elképzelések vannak az ilyen alkotói pályákkal kapcsolatban, de valójában ez egy nagyon fegyelmezett munka. Ahhoz, hogy egy regény megszülessen, a regényhez való anyag, ahhoz napi rendszerességgel oda kell ülni, nem túl romantikus módon, és dolgozni kell, ugyanúgy, mint mindenki másnak. Mikor olvashatjuk a következő regényedet? Erre nem merek elhamarkodott választ adni. Most fogok egyébként február 1-től elvonulni és írni, és hát erre ilyen provizórikus ütemezés van. A következő 2021 elején fog megjelenni, hogyha minden igaz. Milyen ötletből született a női szalon itt a Bencs villában? Azt gondoltuk, hogy Nyíregyházán nyitottak lennének az emberek arra, hogy a kultúrát sok színűen és sok szempontból megismerjék. Ugye nagyon azt lehet látni, hogy például nálunk a nyíregyházi könyvtárban is tömegek vannak egy-egy kulturális eseményen, és szerettünk volna nyitni a fiatalság iránt, és szerettük volna egy kicsit úgymond dobozba zárni a kultúrát, a művészetet, és olyan embereket meghívni, akik valóban letettek valamit az asztalra, és tényleg társadalmi vélemény formálók. Úgyhogy reméljük, hogy havonta egy alkalommal olyan köz- és magánéleti kérdésekben tehetünk fel igazán elgondolkodtató kérdéseket, ami valóban megmozgatja az embereket, és egy közös gondolkodásra hívja, és reményeink szerint úgy fognak innen hazamenni majd a vendégek, hogy otthon, talán a konyhába a család újra-újra előveszi a témákat, és átbeszéli, és kicsit elindul egy közös véleményformálási, közös gondolkodás. Hogyan választjátok ki a vendégeit a női szalonnak? Elsősorban azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami igazán minket érdekel, amit mi olvasunk, ami megmozgatja a mi korosztályunkat, ahol mi éppen elhelyezkedünk a saját barátaink között. És amikor látjuk, hogy villan valamire az embereknek az agya, akkor abba az irányba próbálunk kitörni. Folyamatosan nézzük ugye a közösségi médiát, az újságokat, a könyvlistákat, és azt nézzük, hogy mi az, amire nyitottabbak az emberek, vagy mi az, ami érdekelheti ma a fiatalokat egészen 20-tól 80 éves korosztályig. El lehet árulni egy pár nevet, hogy kik lesznek itt a vendégek? Vasvirág ugye az első, és kik fogják őt követni? Lackfi fog nem sokára érkezni hozzánk. Valószínűleg, hogy szeretnénk egy olyan folyamatos kontaktust is kialakítani a Móri Csaba doktor úrral, aki egy kicsit a pszichológia felé nyitja meg az utakat, boldogságkeresés, folyamatos lelki gondozásba szeretnénk, hogyha kerüljünk, egy kicsit a női lelkek ápolása is lenne a cél itt a női szalomba, és azt megcélozni, hogy legyen egy kis én ideje az embernek, hogy magával törődjön, mindent kizárjon, a családi problémákat, a munkát, a feladatot, és egy olyan kis közeget létrehozni, ami akár egy szépségszalonra jellemző, egy könyvtárra, és a kettőt, hármat összegyúrni, és tényleg azt szeretnénk elérni, hogyha egy közös párbeszéd alakulna ki a nézők és közöttünk. Kicsit nekem meglepő ezen az oldalon állni, mert általában én a másik oldalon szoktam. Nekem Rónai Egon volt nagyon sokáig a főnököm, hiszen 10 évig éltem Budapesten, a Hit Rádióba kezdtem a pályafutásomat, és utána a Szentendre TV-nél folytattam, úgyhogy amikor itt a beállításokat megpróbáltátok, hogy hogyan kell, nekem nagyon furcsa volt, mert ebben a pozícióban, itt a mikrofon másik végén így ritkán tud az ember megszólalni. Úgyhogy remélem, hogy a Bencs Villa csapatával együtt az elkövetkezendő években azon tudunk lenni, hogy a közönséget kiszolgáljuk, és valóban egy új év kezdődik el itt a Bencs Villának a jelenébe és a jövőjébe. Kedves nézőink, kerékpározással, jégrőlmentési gyakorlattal és környezetvédelemmel folytatjuk hamarosan a Weekendet, maradjanak velünk!